szívébe meggyúlt az a bizonyos gyertya, amiről szólt a lehetett hallani a Katica gyertya sorában. És van már csodálatos karácsonyfánk, tele van az alja sok-sok ajándékkal, és valami nekem hiányzik, majd mindjárt kiderítjük, szerintem nektek is hiányzik. Képzeljétek el, hogy én 2 nappal ezelőtt már kaptam ajándékot. Én nagyon-nagyon hiszem, hogy vannak közöttünk tündérek. Gondolkodtam otthon, hogy hogyan tudnék segíteni a mókus csoportba járó gyerekeknek, hogy ne csak én tudjam csendesíteni, halkítani magamat, amiről már meséltem nektek, hanem hogy őnekik is sikerüljön ez. És sok mindennel próbálkoztam, de nem sikerült, és egyszer csak meglátogattak a tündére, és azt mondták, hogy adnak nekem halkító varázscseppeket. Majd kérdezzétek meg a mókus gyerekektől, hogy hatott-e nekik, le tudták bizony halkítani magukat. És most már tudom, hogy miért látogattak meg akkor engem a tündérek, hogy ezt a halkító cseppet elkezdjem adni a gyerekeknek, csak egy kicsit meg kellett valahol vele érintenem a kis kezüket vagy a homlokukat, mert azt mondták nekem, hogy fognak jönni ide az óvodába még tündérek. Képzeljétek el! Na most akkor próbáljuk meg kideríteni, hogy mi hiányzik még az igazi karácsonyhoz. És akinek már képzeletében megjelent a tündér, az nagyon lassan ki is nyithatja a szemét.